Sziasztok, kedves barátaim! Üdvözlöm benneteket! Szeretnék egy röviden pár szót mondani nektek arról, hogy gyakran mi találkozunk egyik pillanatról másikra egy komoly problémával. És teljesen elszomorkodunk, hogy na, akkor most vége, akkor most ilyen életet kell élnem. És ennek hatására nagyon erősen elkezdünk bánkodni, elmegy a kedvünk, és vége az életnek, gondoljuk mi. De ez nem így van, mert mivel az élet ciklikus, ezért itt minden mulandó. És ez a természete ennek a világnak, hogy itt minden mulandó. Hogyha jön a jó időszakunk, jó érzünk magunkat, akkor azt gondoljuk, na most már mindig így lesz, most már így minden szép, minden virágzik, mindenki mosolyog felém, akkor mindig így fogok élni. Hát ez is elmúlik. És főleg mind a kettő szomorú helyzet, mert amikor jó dolog elmúlik, akkor szomorkodunk, fú, milyen jó volt, kár, hogy nem lehet ezt megtartani örökre. De nagyon szomorúk vagyunk, mikor jön a rossz dolog, és gondoljunk, rögtön van egy ilyen hatása ránk, hogy ez most mindig fog történni velem. Nagyon fontos tudnunk, hogy nem kell ennyire hatás alá kerülni és elszomorkodni, mert ez elmúlik. Erre elmondom egy jó történetet, ami Salamon királlyal kapcsolatban van. Salamon király kapta egy szép ajándékot, egy gyűrűt. És a gyűrű tetején nagyon szép gravírozás volt, ami úgy hangzott, hogy ne aggódjál, minden elmúlik. És örült ennek a gyűrűnek, mert amikor jött valami rossz hír, vagy jött a probléma, akkor csak fogta, nézte a gyűrűjét, elolvasta, ne aggódjál, minden elmúlik. És akkor megnyugodott, hó, tényleg minden szép és jó, és akkor ment tovább az élet. Így többször, vagy sokszor, számtalanszor segített neki a gyűrűje. De egyik alkalommal olyan nagy problémával találkozott, hogy gondolta, hát itt már semmi nem tud megoldani. Ezt most nem lehet már. És annyira mérges is volt, meg szomorú és dühös, hogy amikor ebbe a tudatállapotba ránézte a gyűrűjét, és az volt írva, hogy ne aggódjál, minden elmúlik, akkor gondolta, hogy ezek után nem is gondolta, ez a gyűrű, ez csak idegesít engem, levette az ujjáról, és jó messze eldobta. És amikor dobta el, akkor még kezében megnézte még egyszer, és már elengedte, de közben észrevette, hogy van még egy másik írás, vagy gravírozás a gyűrűnek a belsejébe, ami sose ideig nem látta. És akkor így eldobta. Gyorsan fellállt és elment, megkereste a gyűrűt, kézre vette, és olvassa, mi van ott belül. És akkor azt van írva, meg ez is elmúlik. Akkor mosolygott egyet, megnyugodott, visszarakta a gyűrűt az ujjára, és ment tovább az élete. Szóval még ma az is elmúlik, amire gondolok néha, hát ez már sosem, már ennek nem lesz sose vége, de lesz vége. Ne aggódjatok! Főleg, hogyha valaki lelki életet gyakorol, keresi az életnek az értelme, annak számára minden rossz elmúlik. Biztos. Köszönöm szépen, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videót, osszátok meg, legyetek boldogok. Hare Krishna!